Így van, tehát egy nagyon jó Kecskemétet fogadtunk, aki ugye a bajnokságban, mióta átvette a Horváth Feri a csapatot, egy veresége volt az Európa Ligában szereplő Videóton ellen. Nagyon erős keret jött össze Kecskeméten, de úgy érzem, hogy az egész meccs kép alapján megérdemelt győzelmet arattunk. Nagyszerűen jöttünk ki az első félidőbe, és nagyon hamar sikerült megszereznünk a vezetés, ez megnyugtatta a csapatot, és ezáltal könnyebb volt játszanunk, ők idegesebbé váltak, és utána jöttek a gólok. Igen, nagyon jó mérkőzés volt, azt gondolom, hogy ez most tényleg egy izgalmas mérkőzés volt, helyzet itt volt, helyzet ott volt, hál' Istennek, nekünk azért több helyzetünk volt az első félidőben, és ebből hármat be is tudtunk rúgni. Arra készültünk, hogy egy harcos, rugós, erős, csípős csapattal fogunk játszani, ez így is volt, mert tényleg odarúgtak, hajtottak, mentek, de mi is úgy álltunk hozzá a mérkőzéshez, és tényleg mi is felvettük velük a kesztyűt, és úgy érzem, hogy minden passz, minden támadás meg tudtunk olyan az első félidőben, és nagyon eredményesek is voltunk, és ez eredményezte ezt a három gólt, ugye a félidőben már három gólos előnnyel jöttünk, de kihangsúlyozta a Józsi bácsi is, és a Józsika is, a Kanta Józsika, hogy mindenféleképpen nyugodjunk meg, de azért ne legyünk annyira higgadtak, ne üljünk le, hogy esetleg bajok is leesenek belőle, mert volt erre már példa, de tényleg a második félidőben is úgy mentünk ki, hogy milyen volt a meccs, voltak helyzeteink, és nekem is, Hídvégi Sainak is volt helyzete, hát sajnos a gól az becsúszott, sajnáljuk, de úgy érzem, hogy azért így is ki tudtuk szolgálni a nézőket, és nagyon örülök, hogy így tudunk elmenni pihenőre, hogy itt van tudtuk tartani a három pontot, és második helyet meg tudtuk szerezni így a 17 mérkőzés alatt. Tavaszra készülünk, arra 13 forduló, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég, de azt gondolom, hogy a mi helyzetünkben lehet, hogy reális az, hogy mások vagyunk, de természetesen nem vagyunk kisítőek, és arra törekszünk, hogy mindenkit megverjünk, és akkor meglátjuk, mi lesz belőle. Ez volt az első NB1-es gólom, amit nem tudok szavakba önteni, hogy mennyire jó érzés volt. A Vadnai Dani tekert bal oldalról középre, a hosszún visszavettem a labdát, a ballábas lövésem után volt némi szerencsém, hogy visszapattant elém, és utána jobban sikerült a kapuba helyeznem. Hogyha így végignéz valaki a tabellán, és végignézi mondjuk a játékos kereteket, akkor a reális esély az nem ott a második és a bajnoki cím megnyerésénél van nekünk, hanem ott az ötödik és a hatodik környékén. De mi minden meccsen úgy megyünk ki a pályára, hogy meg szeretnénk nyerni ezt a mérkőzést, és most úgy alakult, igen, hogy azért tényleg egy lendületes, jó játékot tudtunk mutatni ez alatt a 17 mérkőzés alatt. Megnyertünk olyan meccseket is, ami kétes volt, ami a rivális ellen volt, és úgy érzem, hogy igazából azokat a riválisokat, akik mögöttünk vannak, azokat mind meg tudtuk venni, egyedül a Győrt sajnos nem sikerült itthon megverni. Hát a bajnokság elején nem ismertünk álmodni arról, hogy a második helyen fogunk fordulni, de úgy érzem, hogy az egész fél éves teljesítményünk alapján megérdemelten vagyunk ott, ahol vagyunk. De mindenki próbálja kipihenni a fáradalmait, főleg, hogy ugye bár egy feljutó csapat vagyunk, nekünk nem volt túl hosszú nyarunk, főleg az Európa Liga miatt sem, hogy odáig eljutottunk. Úgyhogy most tényleg mindenkinek nagyon fontos lesz az, hogy ki tudja pihenni ezt a 2012-es évet, de azon kívül szerintem, hogy mindenki pihenni fog, azért mindenki egy mozgásban fog maradni, tehát heti rendszerességgel el fog menni mozogni, mert nem lehet úgy nekiállni egy januárnak, egy januári felkészülésnek, hogy nem mozog semmit az ember decemberben.